Hát ő volt az életem nagy szerelm, első és utolsó. 8 évvel ezelőtt, 11-ben kapott egy agyvérzést, és hát utána aztán én gondoztam végig. Máté egy csoda. Ő az az ember, én nála türelmesebb és mosolygósabb embert nem ismerek. 6 gyermekem van, közülük 2 élnek fogyatékossággal, akik különleges figyelmet és törődést igényelnek. Azok a szülők, akik sérült gyereket nevelnek, minimális, vagy még talán annál is kevesebb időt tudnak magukra fordítani. A terhelésük viszont azt gondolom, hogy nem átlagos. Október óta élek saját albérletben. Előtte barátoknál laktam, még azelőtt pedig nagy intézetben. Most önkéntesek segítik a reggeleimet az első kávétól kezdve, a fürdetésen át, az elindulásig. Az utolsó 4 év az nagyon-nagyon fárasztó volt, tehát lelkileg is elvitt a való élettől. És jó lenne ki segítség mellé azért. Minden családnak nagyon nagy szüksége van segítségre. Most tele vagyok tervekkel. Csak egy pici segítségem múlik, hogy meg tudom ezt valósítani.